A jó idő beköszöntével egyre többen töltik idejüket a szabadban, kirándulnak, kertészkednek, vagy csak sétálnak egyet a parkban. Azonban érdemes felkészülni, hiszen a többféle betegséget terjesztő kullancs bárhol felbukkanhat. Enyhe telünk volt, aminek köszönhetően nem pusztultak ki, így idén várhatóan nagyon sok kullanccsal kell számolni. A kullancsok által terjesztett betegségek közé tartozik a kullancsok által terjesztett enkefalitis, agybelülgyulladás, amely ellen nincsen gyógyszer, tünetileg tudjuk kezelni, de megakadályozható védőoltással. A legismertebb kullancs okozta betegség a Lyme-kor, ami azonban nem előzhető meg az oltással, de tüneteit gyógyszerekkel lehet kezelni. A vírusos agyvelőgyulladás ellen azonban egy nagyon biztonságos és hatékony védekezési mód. A teljes védettséghez azonban több oltás kell. A védőoltás az három alapoltásból áll, amelyet majd 3 év múlva, illetve azt követően 5 évente kell újraoltani, és ezáltal egy folyamatos védettséget tudunk biztosítani. Ez mind gyerekeknek, mind pedig felnőtteknek nagyon fontos ez az oltás. A kullancscsípést elkerülhetjük megfelelő ruházat viselésével és kullancsriasztó használatával, ám ha ennek ellenére mégis találunk magunkban, minél előbb távolítsuk el. Erre a legalkalmasabb a speciális kullancscsipesz, ami fontos, hogy kerüljünk el minden olyan megoldást, ami a kullancs hulladásával járhat, ezzel megakadályozva a fertőzés szervezetbe jutását. Ha véletlenül mégis a bőrünkben marad a kullancs szájszerve, ne piszkáljuk, szervezetünk rövid időn belül kilöki magából.